Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Ebben a videóban a Skita hatalom átvételről lesz szó, melyet egy Magyarországon működő, magukat Skitának valló csoport tervezett végrehajtani. Előjáróban annyit, hogy én nem szeretném ezeket az embereket semmivel sem meggyanúsítani, én csak azt akarom meglátni és megérteni, hogy mi az, ami motiválja őket, mit lehet tudni erről az egészről. Én magam pontosan tudom, hogy milyen könnyen rámondják az emberre ezeket a jelzőket, Melynek a célja az, hogy a társadalmat tereljék egy irányba, és rajta tartsák azon az úton, azok, akik uralják és irányítják a világot, amelyet ők kijelöltek számunkra. Tisztában vannak ők azzal, hogy az embereket mások véleménye foglalkoztatja, egy igen jelentős faktor abban, hogy hogyan viselkedünk. Ezért hát, ha mások ostobának néznek minket, szélsőségesnek, különcnek, furcsának, igyekezzük elkerülni azokat a helyzeteket, véleményeket, amelyek ezt okozhatják. Pontosan ezért találták ki ezeket a jelzőket. Megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok infobaba, illetve Yahoo útja néven, a TikTokon, Instagramon, Youtube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok azt, köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Megalakult a szkít a Vagy mi, vagy ők, de valakinek bukni akár. Vilám gyorsan annyit megígéznénk, hogy érdemes az embernek figyelni arra, hogy hogyan fogalmaz, még akkor is, hogyha nem áll szándékában ezeknek az embereknek félelmet kelteni, vagy bújtogatni bárkit is. A nyelvezet, amit használnak, az egyáltalán nem tükrözi mindezt. Kielenteni azt, hogy az államot felszámolták, és valaki bukni fog így vagy úgy, és hatalomátvételre készülünk, az nem túl bölcs, még akkor sem, hogyha. Az ember azt hiszi, hogy egy demokráciában él, ahol azt csinál, vagy mond nagyjából, amit akar. Bocsánat, ezt kinyilvánította annak. Az ő példájuk, ez demonstrálja számunkra, hogy egyáltalán nem mondunk azt, vagy csinálunk, vagy gondolunk lassan, amit akarunk. Felhívnám mindenkinek a figyelmét arra, hogy a közösségi média oldalakon élvezett relatív szabadság eltűnőben van. Ez az oka annak részben, hogy átköltöztünk weboldalunkra. Megkérek mindenkit arra, hogy látogasson el oda és támogassa munkánkat, mert az azt jelenti, hogy több tartalmat tudunk készíteni, szélesebb körben, jobb minőségben. Szóval mindenki profitál ebből, nem csak mi. Ráadásul valamelyest függetleníteni tudjuk magunkat attól a cenzúrától, ami a közösségi média oldalakon megfigyelhető. Köszönöm. És én a Bibliából idéznék, Jahusa Hamasiach azt mondta, hogy íme én elbocsátlak titeket, mint juhokat a farkasok közé. Legyetek azért okosak, mint a kígyók, és szelidek, mint a galambok. És mikor arról beszél, hogy legyetek okosak, akkor arra gondol, hogy értelmes, eszes vagy bölcs. Ugyanakkor a szelid az vegyítetlen vagy tiszta, be nem szennyezett. Olyasmi, ami érintetlen, romlatlan, ártatlan, amilyen egy galamb. Legyen az ember vegyítetlen vagy tiszta, olyan értelem, hogy ne engedje, hogy a világ megfertőzze a gondolkodás módját. Utánozhatatlan vagyok. Ne romoljon meg azzal, viszont legyen bölcs mindemellett a megnyilvánulása, legyen olyan eszes bölcs, mint amilyen a kígyó, ahogyan azt találtuk például a hármas fejezetben, ahogy megtévesztette Ádámot és Évát. Nekünk nem kell megtévesztenünk senkit, csak legyünk bölcsek, értelmesek okosak, megfontoltak, úgy kommunikáljunk, meg járjunk a világban, hogy a lehető legkevesebb ellenséget gyűjtsük magunknak. A szelíd része pedig garantálja azt, hogy az ember nem fog hazudni, vagy megtéveszteni másokat, hisz akkor nem lenne már vegyítetlen talán meg kellett volna fogadnia ezeknek az embereknek Jahusa Hamasiach jó tanácsait, és az szerint eljárni, még ha az is a célom, hogy átvegyem a hatalmat, ami nevetséges a mai világban. Nem csak nevetséges, de lehetetlen és szükségtelen is az én véleményem szerint. Lehetetlen, hisz olyan erőkkel állnak szemben, amik legyőzhetetlenek. Fear will keep the local systems in line. Fear of this battle station értelmetlen és szükségtelen azért, mert teljesen mindegy, hisz az atya tartja irányítás alatt a dolgokat, az ő kezében van a sorsunk, nekünk hozzá kell fordulnunk, fölösleges a kormányokat megdönteni. Azt képzeli valaki, hogyha ezek a szkíták hatalomra jutnak, ők majd valami jobb kormányt vagy világot fognak teremteni, ugyanúgy emberek ők is, mint azok, akik most hatalmon vannak. Előbb-utóbb ugyanoda jutnánk, mint most. Lenne egy másik csoport, aki elégedetlen velük, aztán le akarná váltani őket? Soha nem volt a világ vezetői között szélesebb világon egyetlen egy sem, akit mindenki elfogadott vagy szeretett volna. Azért, mert mind emberek. Ezek a hatalom átvétel gondolatok ezért legalábbis az én meglátásom szerint olyan komikusak. Azt hiszük, hogy akik oda akarnak kerülni a hatalomhoz, azok majd valamiféle utópiát fognak létrehozni, miközben ők is ugyanúgy emberek, mint azok, akik most ott vannak. Eljött az idő! és megindult a nemzetközi szabad katonai csapatok felfegyverzése. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a .hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm! Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja Egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo útja összes felületén az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig.